260-as idejéből. Sziasztok! Most a Kívánság ládának és a jelszavas ládának fogom megmutatni a működését. Az elv az az, hogy a Kívánság ládánál, hogy ha kinyitom, ez így egy trap chest, kinyitom a chestet, akkor küld a jelet, ott pedig command blokkok vannak, amik ellenőrzik, hogy mi van a táblán. Most fel van nálam tábla. Egyébként ha olyat írok, amire nincsen kód, mondjuk egy Q betűt, akkor nem fog történni semmi. Na, hogyan is néz ki? Tehát a láda ide küld a jelet, mivel csak egyes erősségű, ezért van itt egy repeater, hogy itt az itt végigvilágítson, és mindegyik command block megkapja a jelet. A kód test for block, így blokkot fogunk ellenőrizni, a táblának a koordinátái, a táblának az ID-je, ez a wall sign, a 4-es az az, hogy milyen irányba nézzen, és utána az első sorban az van-e, hogy alma text, egy Apple, pontosabban Apple ugye. Akkor küldi a jelet ide, ez a block data parancs, amivel meg lehet változtatni a blokknak a data részét. A ládának a koordinátája, és amit szeretnék, hogy az items részbe ott a nulladik szoton legyen 260-as idéjéb, szóval almából egy. Itt ugye ugyanaz van, itt a diamondot, akkor rakjon a diamondot. Ugyanaz, csak más értékekkel. Ami még van benne, ez a fákja, vagy ami még fontos, úgy mondom. Ugye a videóban ott mutattam, hogy ha többször egymás után kinyitom a ládát, akkor is legyártja. Ez azért lehetséges, mert itt van ez a fákja, és ez így itt küld a jelet oldalról a komparátornak, azaz most a komparátor nem tud jelet küldeni, mert ilyen oldalról erősebb jelet kap. Mert egyébként, ha most kiütöm, most pont nem világít, mert utoljára tényleg nem azt írtam be. Jó, akkor csinálunk egy almását. Apple. Szóval ez itt világít. És hogyha nincs az, akkor kinyitom újra. Nem kapok újra almát, mert továbbra is világít, tehát nincsen semmi változás. Ezért van az, hogy amikor nincs kinyitva a láda, így ez a rész itt nem világít, akkor a fákja felgyullad, és ezzel kikapcsolja a komparátort. És amikor kinyitom a ládát, akkor ugye újra ellenőriz, ugyanúgy világít a komparátor, de ugyanakkor a fákja is elalszik. Úgyhogy most engedjék küldeni a jelet. Ezért tudom egymás után sokszor kinyitni. Ez a kis csavarkábele. Ott is ugyanez. Mi az ismétlődik. Természetesen ez is kalandpályákhoz tudom elképzelni igazából. Hogyha ott megfelelő szót írod oda, akkor kapsz valami. Mégis hasonló a jelszavas is, csak ott
Csak ott fordított a logika, ott büntetés jár, ha nem megfelelőt írod be. Ott pedig ugye itt küld a jelet ennek a command blocknak. Ez azt ellenőrzi, hogy ott a láda előtti blokkon egy tábla van, amire az van írva, hogy ring ding ding. Ha igen, na, akkor küld a jelet, és akkor ez a fákét nem tud felgyulladni, mert küldjenek a jelet. Azonban, ha mégsem, akkor ez itt nem küldi a jelet, mert a komparátorról beszélek, nem küld a jelet. Innen ugye a ládától jön a jel, a fákja is elalszik, tehát itt se a komparátor, se a repeater nem küld jelet, akkor felgyulladhat a lámpa. Tehát ez egy éskapu, ami mit tud, nem küld igaz jelet a kommandók, tehát nem teljesül a feltétel, és ki van nyitva a láda. Na. Ha ez itt teljesül, akkor felgyullad a fákja, és megidéz egy creepert. Lehet természetesen helyette killt is írni, de azért nem írtam killt, mert megvolt a koordináta, és akkor lusta voltam a parancsot úgy átfogalmazni, hogy itt a láda környékén öljön meg mindenkit, vagy a legközelebbit, vagy ilyesmi. Egyszerűbb volt egy creepert. Meg egyébként bármi lehet, mit tudom én, valami potion effect rá, stb. Büntetés. Ez is ugye szerintem kalandpályákhoz, vagy a szerveren, na nem tudom, nem merem mondani, mert nem értek a szerverekhez, és ott azt hiszem nincs kommandok. Na mindegy, videó alatt letöltés, sziasztok!